Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit, ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben mi megszokhatnák a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk Önöknek mai műsorunkban. Csütörtökön tartott a szurkolói ankétját a kisvárdai női kézilabda csapat. Két felkészülési meccset játszottak Szlovákiában a kék cápák. 6 érmet szereztek a nyíregyházi atléták a Superliga döntőjében. Mintegy 200-an ültek asztalhoz a 37. nyírségi saktornán. Ismét megrendezi szezon előtti utánpótlás tornáját az NKS. Két meccset és tornát nyertek úton a nyíregyházi férfi kézilabdázók. Csütörtökön tartott a szurkolói ankétját a kisvárdai női kézilabda csapat. A rendezvényen bemutatták az új játékosokat, és a vezetők beszéltek a szezonbeli tervekről is. Már nagyon vártuk ezt a hetet, hogy most már tényleg az utolsó edzések jöjjenek a meccsig, úgyhogy hogy már kezdődjön a bajnokság, és végre megmutathassuk azt, amit tudunk, és amit gyakoroltunk egész nyáron. Hát nagyon nehéz hetek vannak mögöttünk. Rengeteget dolgoztunk, nagyon sok edzésünk volt. Ugye voltunk Montenegróban is, és egy felkészülési edzőtáborban. Az is kemény volt, úgyhogy most már csak tényleg a meccsre tudunk koncentrálni, aztán utána pedig jönnek folyamatosan. Sok játékos érkezett, sok nemzetből, sok kézilabda kultúrából, csapatkapitányként mennyire van nehéz dolgod, mennyire kezdtek összeélni akár a pályán, akár az öltözőben? Igen, így van, nagyon sok a külföldi játékosunk, de nekem ez nem újdonság, hiszen már előző években is rengeteg külföldivel játszottam együtt, úgyhogy nekem ez egyáltalán nem nehézség, nem probléma. Próbálom én is összefogni a lányokat, hogy tényleg egy csapatot alkossunk, és ne is érződjön azt, hogy külön kultúrából jöttünk, de úgy gondolom, hogy ezzel nincsen probléma, edzéseken nem látszik ez, mindenki tényleg tudja maga dolgát, és csinálja maga dolgát, pályán kívül pedig próbálunk azért tényleg a legjobb hangulatot kialakítani, volt csapatépítő programunk is, és persze rengeteget vagyunk együtt, hiszen ez egy kisváros, úgyhogy nem is tudunk nagyon egymástól eltávolodni, de úgy gondolom, hogy ez így van jól, úgyhogy remélem, hogy ez majd a pályán is megmutatkozik. A szurkolói ankéta nem nagyon hangzott el konkrét helyezést a célt illetően, de azért gondolom van egy minimális, maximális célkitűzés bennetek játékosokban. Így van, nem tűzünk ki pontos helyezést, mert ez nem is lehet, hiszen nem is tudjuk, hogy a többi csapat is, hogy a többi csapatnak hogyan sikerült a felkészülés, hogy állnak össze. Én úgy gondolom, hogy ez majd folyamatosan ki fog alakulni. Minél jobb helyezést szeretnénk elérni, remélem idén most már összejön a nemzetközi kupa szereplést érő helyezés, de próbálunk még előrébb végezni. Ez tényleg rajtunk nem fog múlni. Úgy gondolom, hogy mi mindent meg fogunk ezért tenni. Remélem, hogy ez tényleg nagyon pozitív évünk lesz, és a szurkolók is nagyon sok győztes meccset fognak látni. Debrecenből érkezett egy kis vádára, mi szólt a váltás mellett? Több szempont is volt. Hát igazából a sportoló egy idő után már érzi, mikor van szüksége új impulzusokra, meg új közegre. Javarészt nekem ez volt, ami miatt így döntöttem, de mindemellett nekem már évek óta, tehát nagyon szimpatikus volt a kisvárdai csapat. Milyenek az első benyomások? Gyakorlatilag azt lehet, hogy egy új csapat érkezte, hiszen nagyon sok új játékos érkezett veled együtt. A benyomások számomra pozitívak, igazából én úgy érzem, hogy attól függetlenül, hogy nagyon sok nemzetiségű csapat vagyunk, attól függetlenül jó kis közösséghez kikovácsolódni. Segítjük egymást edzéseken, támogatjuk egymást, szerintem a legfontosabb ez lesz a bajnokságban is, hogy hogyan tudunk mint csapat együttműködni. A kapus egy speciálishoz, milyen a kapcsolatod a kollégákkal? A Verával nagyon jó kapcsolatom van, igazából próbáljuk egymást támogatni, így az edzőmeccseken is megbeszéltük a tapasztalatainkat. Ez egy nagyon fontos dolog szerintem, hogy hosszú távon tudjuk egymást kiegészíteni, mert vannak jó napok, vannak rossz napok, és a legfontosabb, hogyha valamelyikünk esetleg rossz napot fog ki, a másik tudja őt segíteni. A magyar válogatottban már bemutatkoztál, milyen tervei, céljaid vannak ezen a téren? Vannak terveim, hát nagyon szeretnék először is a klubomban meghatározó játékos lenni, és erre lehet később építeni. Szeretnék a válogatottba is majd idővel stabilizálni a helyemet és bizonyítani. Két felkészülési mérkőzés játszott Szlovákiában a Nyíregyháza Blue Sharks. A kék cápák az első ligás Szittől 11, a szintén első osztály Iglótól 8 ponttal kaptak ki.
Úgy gondolom, hogy nagyon hasznos mérkőzések voltak, és sok mindenre fény derített. Többek között arra, hogy egészen versenyképes a csapatunk, és bízom benne, hogy ez a bajnokságban majd meg is fog mutatkozni, de azért a hiányosságaink is látszottak, és ez mindenféleképpen irányt mutat, hogy milyen terület felé menjünk el a továbbiakban. Ugye két első ligás csapatról van szó, amelyekben már ott voltak a légiósok is. Mennyire volt presztízs jelleg ezeknek a meccseken túl az, hogy felkészülési mérkőzések, hiszen első ligás légiósokkal megerősített csapatok egy második ligás együttes ellen játszottak. Úgy gondolom, hogy ez mindenféleképpen presztízs mérkőzés, és nekünk azért is volt nagyon pozitív, mert ugye ez a szezon előtti mérkőzésekre jellemző, itt a légiósok bizonyítani szeretnének, hogy ők alkalmasak arra, hogy itt maradjanak a csapatnál, és éppen ezért azt akartam mondani, hogy kettőzött, de inkább háromszorozott erővel küzdöttek, ami nekünk azért jó, mert erősebb mérkőzéseket tudtunk játszani, illetve olyan ellenfelekkel találkoztunk, akik győzni is akartak, és a játékosok is sok mindent megtettek azért, hogy jó teljesítményt tudjanak nyújtani. Ennek tükrében mindenféleképpen pozitív az, amilyen eredményeket értünk el, és inkább az iglói mérkőzésre mondanám azt, hogy jobban teljesített és jobban küzdött a csapat. Hogyan halad a két új játékos beépítése? Azt hiszem, hogy nagyon szépen. Szoktak ilyenkor mindenki derülátó, ugye, és mindig pozitív dolgokat mondanak, de nagyon örülök annak, hogy egy kicsit más mentalitást hoztak, mint ami a csapatnál tapasztalható volt, és annak is örülök, hogy a csapat nagy része ebbe az irányba hajlandó elmenni, és ehhez a mentalitáshoz próbálnak csatlakozni. Korábban említetted, hogy kell egy kis idő, mire kiderül, hogy milyen posztra kell majd légiós szerződtetni. Ezen a téren tisztult valamennyire a kép? Valamennyire tisztult, csak az a baj, hogy nem úgy tisztult, ahogy szerettük volna. Úgyhogy várni kell ezzel, de úgy gondolom, hogy egy ilyen 2 méter fölötti négyes játékos lenne nekünk ideális, aki 3-as pozícióban is tud szerepelni. Említetted, hogy vannak még dolgok, amelyeket javítani kell. Mi az, ami mindenképp előre kell lépni a bajnokság kezdetéig? A legfontosabb, hogy mindenki azt a mentalitást vegye föl, amiről beszéltem az előbb. Sokkal gyorsabban és még nagyobb küzdelemmel kell kimenni a pályára. Látszódott ugye, hogy szépen gyakorolgatunk mi dobni az edzéseken, és szépen dolgozunk, csak sokkal hamarabb kell eldobni a dobásainkat, és nincs annyi idő, mint amennyit mi szeretnénk a helyzetek kihasználására. Ezek ezen az edzőmérkőzésen szépen bemutatkoztak, és ezért jó, hogy ott voltunk, úgyhogy kell nekünk tovább lépni ezekben a dolgokban is. Az elmúlt héten, amikor beszéltünk, még kétséges volt, hogy mikor kezdve csak a bajnokságot, tisztult valamennyire a kép? Nagyon érdekes, valamennyire tisztult. Ugye az oroszlánnyal kellene kezdenünk idegenben, akiknek nem volt jó a 15. helyi kezdés. Ehelyett berakták a mérkőzést arra a hétvégére, amikor mi EJBL mérkőzést akarunk játszani. Nem tartom igazán sportszerűnek. Ők folyamatosan azzal problémáznak, hogy 27 éven keresztül nem volt megfelelő utánpótlás képzésük és hasonló, és mindig ezeket az indokokat mondják. Nekünk pedig nem engedik, hogy részt vegyünk egy olyan utánpótlás bajnokságban, ami nemzetközi megmérettetést jelentene, és a csapatainknak, játékosainknak, illetve a szülőknek is fontos lenne, hogy nemzetközi porondon ott legyenek a gyerekeik. Szeretnék még levelezni ezzel kapcsolatban az oroszlánnyal, és nagyon bízom benne, hogy arról a 27. napról el tudom mozdítani a mérkőzést. Ennek tükrében úgy néz ki, hogy 20-án fogunk kezdeni hazai pályán a Honvéd ellen. Ha már említette ezt a nemzetközi sorozatot, ugye tavaly indulhatok először, most melyik korosztály méretteti meg majd magát? Az 20-as korosztályjal szeretnénk ott lenni, egy picit átalakították, és rájöttek ők is arra, hogy az 20-as csapatoknál is általában 18-as csapatok szoktak szerepelni, és éppen ezért a túlkorosnak a lehetőségét meg is szüntette az EJBL. A lényeg, hogy az 20-as korosztályban szeretnénk ott lenni, és szeptember 27, 28, 29, 30-án lenne Kolozsváron az első forduló, ahol szeretnék ott lenni a legjobb csapattal. Azt szokták mondani, a játékosok szeretnek edzeni, vagy ha nem is szeretnek, muszáj, de legjobban meccse szeretnek játszani, most túl vagytok két meccsen, Szlovákiában játszottatok két olyan ellenféle szemben, akik nem olyan ismerősek, mint a hazai csapatok, hogy érezted magad a pályán, hogy éreztétek magatok a pályán. Mindig jó egy ilyen tornán azért részt venni, vagy ilyen meccseket játszani, amikor nem csak magyar csapat ellen játszunk. Én nagyon jól éreztem magam, és szerintem a csapat is jól érezte magát. Annyi, hogy persze még felkészülési meccsek voltak, látszódott, hogy voltak hiányosságok. Az is látszódott, hogy van két új magyar játékos. Még nem mozgunk együtt olyan jól, de emberileg is szerintem nagyon jól beilleszkedtek a csapatba, úgyhogy edzeni kell tovább. Még vannak felkészülési meccsek, és szerintem nagyon jó lesz ez a szezon.
6 érmet szereztek a nyíregyházi atléták a Szuperliga döntőben. A 6 dobogós helyezésből 3 a dobók nevéhez fűződik. Egy versenysorozatnak a vége volt a serdülőknek, illetve a felnőtteknek. Igazából a várakozásnak megfelelően sikerült a teljesítés. Egy kicsit azért szerettem volna jobbat, de jobb teljesítményt elérni, illetve helyezést is. Igazából az időjárás rányomta a bélyegét erre a versenyre, hiszen egyik napról a másikra több mint 10 fokot esett a hőmérséklet, és szakadó esővel dobtak másnap. Vegyük sorra az érmeseket. A serdülőkkel kezdeném. Szabán Áron diszkoszvetésben második lett. Az neki nagyon jó teljesítmény, hiszen a magyar bajnoki mezőny állt fel, és ott negyedik lett, itt ezüst érmes, tehát ő átvészelt ezt a szélsőséges időjárást. Illetve a férfiaknál, a felnőtteknél Kápár János harmadik lett, nagyon jól dobott, hiszen 358 méter felé esett le a diszkosz. Azt vártam, hogy végre már áttör azt a 60 métert, amit évek óta már 2 éve ostromolunk, de most sem sikerült. Robi nem olyan jó napot fogott ki, egy kicsit haloványabb volt, hiszen kővágattól most kikapott, de hát ugye ebben az évben a két fontos versenyen ő volt a jobb. A lányom, Kerkes Dóra, a diszkoszvetésben ugye győzött, de mondjuk ez a papírform volt, hiszen Márton Anita a távolétében neki ez kötelező győzelem volt. És habár egy kicsit sérült, a teljesítmény nem volt olyan fényes, de a sérülésére való tekintetben ez elfogadható. Sűrűkében Kerekes László, hogy csak lecsúszott a dobogóról. És sajnos negyedik lett, holott ugyanúgy végezhetett volna az esélyen is, hiszen nagyon sűrű a mezőny. Egyformák, Laci sajnos mindig az utolsó pillanatban mindig egy kicsit alul marad a többiekkel szemben. 60 méter 74 cm-es teljesítményre a második helyen zártad a Szuperliga döntőt, Kővágó Zoltán mögött. Mennyire vagy elégedett a eredménye, a helyezést és a méter tekintve? Az eredménye elégedett vagyok, a második hely szerintem az nagyon jó volt. Fáradtan érkeztem, ugye 3 nappal ezelőtt versenyeztem utána Norvégiában, még az utazás bennem volt, de ez a 60 méter 74, úgy gondolom, hogy ilyen állapotban jó eredmény. Milyen volt a norvégiai bergeni verseny? Ugye picit bal szerencsés volt, hiszen egy nagyon erős mezőnyben ugyanúgy 60 méter 3 cm dobtál, mint a harmadik helyzet, így viszont te a negyedik helyre csúsztál második rosszabb kísérlettel. Igen, heten voltunk, 7. eredményem volt, tehát végül is bárkit megelőztem volna, ugye nekem az már jó dolog az egyéni csúcsok alapján. Nagyon közel volt a dobogó, akár a győzelem is, 61-16-tal nyert az amerikai srác. Úgy gondolom, hogy 9 fokba szakadó esőbe örültem, hogy 60 méter fölé kerültem. Így a szezon vége felé milyen formában, milyen erőben érzed magad? Jó állapotban vagyok, úgy gondolom, hogy még idén biztos, hogy jót fogok dobni. Ilyenkor kicsit már visszavettünk az edzésekkel, napi egy edzéssel készülök. Inkább már pihenek és megpróbálom élvezni a versenyeket. A harmadik helyen zártad a Szuperliga döntőt, Kerekes László azt mondta, hogy bízott benne, hogy áttöröd a 60 méteres határt. Melyik az erősebb, a öröm a harmadik hely miatt, vagy pedig a csalódottság, hogy nem volt meg a 60 méter? Őszintén szóval mind a kettő bennem van, mert ugye melegítésre dobtam 60 felett, 60-as vonalra, nem tudom pontosan hova esett. Aztán bíztam benne, hogy talán versenyen is ki fog jönni ez az eredmény. Sokszor volt már ez, amikor ugye melegítésre dobom át a 60-at, 61-et, aztán ugye versenyre nem jön ki. Nem tudom, próbálunk ki technikailag ráállni, azt akar hát, ha a következő versenyen ki fog majd jönni az eredmény. Van még hát néhány verseny ebből a szezonból, de neked milyen eddig ez az éved? Mindenképpen pozitívan jellemezném ezt az évet a tavalyihoz képest, mert az elég jobban, stabilabban dobom az 58-59 métert, mint tavaly, mert a tavalyihoz képest egyszer-kétszer dobtam, most azért szinte minden versenyen 58-59-et dobok. Azért is bízok benne, hogy még ez a pár verseny alatt talán még lesz egy nagy eredmény ebbe az évbe. Távlatilag picit a jövőbe tekintve mi a célod? Én mindenképpen ugye szeretnék úgymond nagyot dobni, hogy ezt a 63-65 méter esetleg még utalán benne is lehetne. Aztán ugye a világversenyre kijutni, mint ahogy ugye az edzőtársam Szikszai Robi is, aztán szeretném követni ezt a vonalat. Hétfőn a Rapid versennyel fejeződött be a 37. nyírségi torna. A pénzdíjas saktornán a Continental Arénában mintegy 200-an ültek asztalhoz. Jóval nagyobb volt a mezőny, mind minőségileg, mind mennyiségileg, mint a tavalyi évben. A főversenyen összesen 112-en indultak, a villámversenyen szombaton délután 3 órakor a Kossuth téren 44-en indultak, és a mozdrajló Rapid versenyen 57-en, tehát összesen a három versenyen mintegy 200 fő sakkozik. Minőségében is jóval erősebb a mezőny a tavainál, sokkal több nemzetközi mester, illetve fidemester, tehát címviselők indultak a versenyen. 4 csoportban versenyeznek hagyományos a sakkozók, a
mesterek csoportja a legerősebb, ezen túl menően van még B és C csoport, a viszonylag alacsonyabb értékszámú, nemzetközi értékszámmal rendelkező sakkozóknak, és a legkisebb csoport, a D csoport a gyermekeknek a csoportja. Kik végeztek a különböző csoportok élén? Nagyobb meglepetés volt az A csoportban, a mesterek csoportban. A sok címviselő, tehát indult nemzetközi mester, FIDE mester, több. A Nyíregyházi Sportcentrum egyik kiváló játékosa, Andrei Vacsilja nyerte meg, aki hát nem számított a verseny esélyesének, de ő egy 20 éves bombaerős sakkozó, aki felfutó ágban van. A tőle elvárt magabiztos játékkal, borotva éles játékkal tudta jóval nagyobb nevű ellenfeleket is megállítani. A B csoportban a Hajdú István, a Szentesi NB2-es csapatnak a kiváló játékosa tudta megnyerni a bajnoki címet magabiztosan. Igen, jól játszott István. A C csoportban egy ungvári fiatalember, egy 10-11 éves fiatalember, Vladislav Hurkovszky, Prokopisin mesternek a tanítványa tudta végül megnyerni a versenyt. A gyermekek csoportjában pedig négyes holtverseny alakult ki. Sivadó Márton Barnabás végzett Buholc értékeléssel az első helyen. Minek köszönhető egyébként, hogy a tavainál nagyobb és erősebb mezőny gyűlt össze erre a mostani rendezvényre? Igyekeztünk jobban, mérehatóbban megszervezni a versenyt. Jóval hamarabb sikerült kiírni a versenyt a pénzügyi feltételek biztonsága, biztosítása után, mint a tavalyi évben. Ezen túlmenően igen intenzív marketing tevékenységet folytattunk Facebookon, Kölcsei televízióban, sajtóban, a sakkozók által megszokott hírcsatornákon keresztül, és természetesen a személyes kapcsolatokat is megmozgattuk. Még jött volna el egyébként igazi nagy ágyú is a versenyre, de sajnos Németországban egy jóval kedvezőbb ajánlatot kapott, és arra a versenyre kellett elmenni a nagymesternek. Hátra van még ugye ebből az esztendőből az ősz, milyen versenyek várnak a megyebeli sakkozókra? Szeptember 23-án indul az NB2-es csapatbajnokság, a nemzeti csapatbajnokság, immáron három csapat indul a megyénkből, a Tiszavasvári ese, új csapat a Nyíregyházi Egyetem Sportegyesület, ami tulajdonképpen a korábbi Piremont Sportegyesületnek a tagságát vette át, és a Nyíregyházi Sportcentrum erősített egy pár mesterrel, és feltett szándékunk, hogy megnyerjük az NB2-t, és fentebb lépjünk egy szinttel. Ismét megrendezi hagyomány, hogy szezon előtti utánpótlás tornáját a Nyíregyházi Kosársoli három korosztályban 18 csapat lép pályára. A szokásos három helyszínen, három korosztályban, és összesen 18 csapattal próbáljuk megoldani a tornának a jó lebonyolítását. Tehát az egyik helyszín ugye az a mi edzés központunk, arra a juniorok fognak játszani. A másik helyszín az az ötvös gyakorlónak lesz a tornaterme, ahol azok a gyerekek fognak inkább játszani, akik az ötvösben tanulnak, tehát így a serdülőkorú gyerekeket fogjuk oda átvinni, és a bánkiban pedig fognak a kadettjeink játszani. Tehát, hogy mivel sok mérkőzés van, ezért muszáj volt több helyszínen. Régebben megcsináltuk azt, hogy ezt a termet megfeleztük, de annyira nagyon meleg van már most, hogy nem tudjuk megoldani. Tehát egy sokkal kényelmesebb, sokkal jobb, hogyha három helyszínen rendezzük meg. Határon túlról érkeznek-e csapatok, és honnan jönnek a résztvevők, lesznek-e visszatérők, lesznek-e újak? Folyamatosan visszatérőink vannak. Határon túlról most per pillanat egy szlovák csapat érkezik az újon. A román csapatok azok per pillanat nem kezdtek még el edzeni, tehát őket hiába szeretők volna behívni, hogy tégelben is jöttek, most ezt nem sikerült megoldanunk. A többiek azok, hogy a szokásos a Szekszárd jön, a Nagy Kanizsa jön, a szolnoki csapatot látjuk vendégül, de ugye a Török Flór is régebben volt a tornákon, most hogy ugyanúgy visszatérje, a Dunakeszi Kiszticák, ők is évek óta jönnek, most a miskolci csapatok közül az MVS-i vadmacskák azok, akik eljönnek erre a tornára. Ez is igazából, hogy ugyanazok a csapatok jönnek évek óta, de ez azért jó, mert ugye amikor ők rendeznek tornát, akkor mi is megyünk oda szívesen, tehát helyek közel ismert arcokkal fogunk itt találkozni. Mekkora logisztikai előkészületet igényel egy ilyen torna lebonyítás? Ugye három helyszín, játékvezetők, asztalszemélyzet, étkeztetés, szállás.
A mérkőzések szervezése az, ami inkább gondot és problémát okoz, hogy vannak ilyen egyedi kérések, hogy van, aki hamarabb szeretne elmenni, mert olyan programja van, van, aki egy nappal később jön, hát meg úgy kell beosztani a mérkőzéseket, hogy általában mennek mindig a szemedő aranya a hazai csapat, akinek úgy kell alakítani a műsorát, hogy az összes többinek jó legyen. De én úgy gondolom, évek óta szervezünk már ezt, tehát ez már ilyen rutinszerűen, minden gond és probléma nélkül, természetesen nagy segítséget kapunk a Leventétől, a Csizmadiától, aki azért két teremben is az asztal személyzet terheit leveszi rólunk, tehát nekünk csak ebben a teremben kell megoldani. Tehát a jól kialakított kapcsolatok, a jó, régi bevált emberek, azok olyan sokat segítenek már most, hogy Isten igazából csak ki kell adni helyek közel a feladatot, a csúnya szóval, és akkor minden működik a maga rendje módja szerint. Mi az elvárás a hazai csapatokkal szemben? Ezt még mindig felkészülésnek szánom, tehát persze jól hangzik az, amikor minden mérkőzést megnyerünk, meg milyen szép és jó, de elsősorban az a lényeg, hogy a következő hétvégén már a selejtezője lesz a serdülőnek és a juniornak, ahol ugye mind a kettőnél a főtáblára jutása a cél, tehát ugye a legjobb 12 közé jutásért fogunk játszani, és azért nem mindegy, hogy játékosok milyen állapotban vannak, és sok esetben azért ilyenkor az eredményt az, aki kicsikét talán félre lehet tenni annak érdekében, hogy a következő hétre készüljünk, ami sokkal lényegesebb és fontosabb. A kadettjeink azok két hét múlva fogják ugyanezt a selejtezőt vívni, tehát úgy gondolom ezeken a tornákon, hogyha sikerül megnyernünk, akkor nagyon boldogok vagyunk, de ha nem, akkor sincs gond és probléma, az a lényeg, hogy a gyerekeknek a felkészülésébe jól illeszünk be, és hogy a következő mérkőzésekre valóban az ilyen ki, amit látni szeretnénk tőlük. Felkészülési tornát nyert Ozzon a nyíregyházi férfi kézilabda csapat. Bécsi János együttese a Deac ellen 4, majd a döntőben a Balassa gyarmat ellen 11 góllal győzött. Július végén kezdtük el a felkészülést, és már az első héten játszottunk egy felmérő jelleggel, hogy per pillanat a nyári pihenő után milyen állapotban vannak a játékosok Kisvárda csapatával. Az arra volt jó, csak tényleg edzés jelleggel, hogy egy picit a labdát szokják, és mennyire érzik esetleg egymást az új játékosokkal, mert az eredmény nem néztük, nem az érdekelt elsősorban. Majd utána való héten Budapesten voltunk, a Pler csapatával játszottunk, annál is inkább volt ez a mérkőzés számomra fontos, mivel a Pler ebbe az évben mi csoportunkba fog játszani, erre az oldalra került. Kikaptunk mind a két mérkőzésen, de ott még nem volt, tehát ott egy erőteljes edzés után volt, erőteljes edzések után voltak a játékosok, egy nagy terhelésből mentünk oda. A játékképével, összességében nem voltam teljesen elégedett, ez annak köszönhető, hogy rengeteg technikai hiba volt. Ha rengeteg technikai hibát leszámoljuk, akkor azt mondom, hogy partiba voltunk a csapattal, két mérkőzés volt délelő délután, mind a két mérkőzésen 3, illetve 4 gólos vereséget szenvedtünk. Utána pedig most hétvégén voltunk Ózdon egy 4 csapatos tornán, ahol a Debrecen, a Balassa gyarmat, az Ózd és mi vettünk részt. Hát ez a mérkőzés, illetve ezek a mérkőzések, ami a tornán voltak, ezek voltak azok, amik már egy kicsit mérvadók voltak, mert itt már konkrétumokat akartam látni, és szerettem volna azt, hogy a csapat egy összetételben mennyit bír és hogy tud játszani. Én úgy gondolom, ennek meg is volt az eredménye, hisz az első mérkőzésen a Debrecent megvertük 4 góllal, majd utána az első helyért játszottunk a Balassa gyarmattal, ott pedig meglepő magabiztos győzelmet arattunk, egy 12 gólos győzelmet, ami őszintén mondom meglepetés volt, mert nem számítottam mekkora arányú győzelemnek. A tornának pozitívuma volt, rengeteg junior, illetve ifi játékosunk van most ebbe az évbe a felnőtt csapatba, és az ő játékuk mindenféleképpen nagy felüdülést hozott. Egyrészt a lendületes gyors játékuk, meg az, hogy megnézhettem azt, hogy a bajnokság közben mennyire fognak merészek lenni, és mennyire fognak beilleszkedni a csapatba. Úgy gondolom, hogy tökéletesen helytálltak, Mihai Béla, Horváth Bendegú szélen, tehát elég gólerősen játszottak, a Fóri Zsolori átlövő teljesítmény az kimagasló volt, tehát 17-18 éves fiúról beszélünk, és mérkőzésenként egy ilyen 6-7 gólos átlagot hozott, illetve a Hegyesi Kristóf beálló pozícióba, aki mindenféleképpen ebbe az évben lehetőséget fog kapni. Én úgy gondolom, hogy az eddigi felkészülés, illetve a mérkőzések azt mutatják, hogy jó úton vagyunk. Van még egy bő 2 hetünk a bajnoki rajtig. Hétvégén megyünk még Balmazújvárosba egy nemzeti közi tornára, ugyanígy egy 4 csapatos tornára, ahol már szeretném tovább csiszolni a játékelemeket.
és utána a lényegben kezdődik a, nem a bajnokság, hanem a menetelés, mert kezdődik egy magyar kupával, ami szeptember 7-én az lesz a főpróba, hogy per pillanat hol tartunk, és a következő hétvége pedig már bajnoki rajta, ahol a Debrecent fogadjuk. Amikor sok új játékos, sok fiatal játékos kerül egy csapathoz, azért kell egy kis idő, míg kialakul egy hierarchia pályán és az öltözőn belül is. Ezen a téren hol tartotok? Pozitívum az, hogy a fiatalok már az elmúlt évben is a felnőtt csapattal készültek, tehát nem ismeretlen számukra a felnőtt közeg. Igaz, hogy csak edzéseken, illetve egy-két mérkőzésen kerültek oda. Természetesen azt mondtam, a pályán mindenki egyenrangú, de megvan az a rangsor, van egy irányító, van egy idősebb játékos, akinek a szava az elsődleges, az ő döntését meg kell hallgatni, és oda kell figyelni az ő mondataira. De azt kértem, hogy ne legyenek megilletődve, mert ha a pályára kerülnek, akkor nekik is ugyanolyan szerep jut, mint egy felnőtt játékosnak, és ugyanúgy oda kell menni, ugyanúgy cselezni kell, ugyanúgy kell kapura lenni, és nem lehet alibizni. Mert ha alibizünk, akkor nem tudok rá számítani a bajnokság közben. Én úgy gondolom, hogy a fiatalok ezt megértették, és nagyon szépen beéleszkednek a játékba, az öregek pedig elfogadják a fiatalokat. Három első helyet hozott el Egerből az Agria kupáról a nyíregyházi férfi nekecsapat, amely szombaton Nagysárosan a Sáris kupán szerepel majd. Azt lehet mondani, hogy az elvárásoknak megfelelően mégis jó szájízzel, még jobb szájízzel tudtunk eljönni Egerből, ugyanis az egyéni viadalon a Fehér Béla 597 fával megnyerte a versenyt, még párosban a Jorsi Péter 581 fával kiegészülve a páros versenyt is megnyerték, és hozzáteszem, hogy ha már lud legyen kövér, ha a csapatversenyt is sikerült a Ráski Jánossal, illetve jó magamban kiegészülve megnyerünk, ami azt lehet mondani, hogy mindenképpen egy kimagasztó nyíregyházi sikert hozott. Hozzáteszem, nagyon régóta nem vettünk részt az Agria kupán. Az időszaknak megfelelő formában dobtatok? Néhány játékosunk valóban nagyon jó formában van, és már nagyon biztató a bajnoki rajtra tekintve, bár még egy kicsit késik, két hét múlva lesz majd a bajnoki rajtunk. Vannak játékosaink, akiknek ez egy jó erőfelmérő volt, és még mindenképpen van fejlődni valójuk, de azt lehet mondani, hogy most már tényleg közeledünk a jó formához, és nagyon jó időzítés volt ez számunkra, hogy végre az Agria kupára is eljutottunk, ami mindig itt augusztus végén szokott lenni, és ha hozzáteszem, hogyha majd oda látok a Eger csapatához, akkor mindenképpen egy jó előjel lehet majd a végkimenetel szempontjából is. A hétvégén tovább lesz csiszolni a formát, nagy Sárosra, hagyományos Sáris kupára utaztok, ha minden igaz, mamut létszámmal. Abszolút mamut létszámmal, teljes csapattal, kivéve a Hakker Dezső, aki családi elfoglaltságok miatt nem vesz részt, azonban azoknak a játékosoknak, akik éppen hogy bekerülő vagy a cserepadon helyet foglaló játékosokról beszélünk, mindenképpen egy nagyon jó felmérője lesz, élesben lehet majd egy nagyon jó pályán gurítani, és most először sikerült azt is elérni, hogy 2-6 fős csapattal tudjunk a Sáris kupán részt venni, úgyhogy tényleg nem mondhatjuk azt, hogy nem adunk lehetőséget a játékosoknak. Bízom benne, hogy szép sikereket fogunk elérni. Nem elsősorban a hazaiakat szeretnénk megszorítani, mert azért a Dezső mindenképpen hiányozna a legjobb összetételű gárdából, de bízom benne, hogy akár egyéniben, akár részsikerekben, részegyéni sikerekben mindenképpen gazdagodunk majd. Említetted, hogy csúszik a bajnoki rajt, mikor ki ellenkezd a csapat? Az első fordulóban Szegvárra kellett volna szeptember 2-án vasárnap látogatnunk, de a szlovákiai nemzetközi mérkőzés az mindenképpen a magyar versenykiírásban előnyt érvez, így halasztást kértünk, így majd első fordulónkat valójában szeptember 8-án 12 órakor szombaton fogjuk majd megvívni a Gyula csapata ellen itt a Nyíregyházi Városi Stadion tekercsarnokában, és az lesz majd az igazi első mérkőzésünk. Ennyi fért a mai sportszeletből, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra!